Gőzerőben folyik a munka a fatelepeken, ahol igyekeznek kiszolgálni a már térre készülő lakosság tűzifára tett igényeit. Az idei évben korábban megkezdődtek a rendelések. A Tamási tüzépen a törzsvevőkön kívül újak is feltűntek, az emberek igyekeznek készleteket felhalmozni, mint mondja az ügyvezető. Annyira megnövekedett a rendelések száma, hogy jelen pillanatban nem is tudunk felvenni rendelést. Mivel nem látjuk a végét, hogy mikorra tudjuk teljesíteni, a, tehát igazából fánk van, de a leaprítás az ugye időbe kerül és ezt pontosan nem tudjuk, hogy a 3500 mázsát, amit felvettünk rendelést, azt mikorra tudjuk teljesíteni, ezért most per pillanat nem veszünk fel. A lakosság részéről a legnagyobb igény az aprított, a kc és cserfára mutatkozik. A tüzifa árának emelkedése mellett azonban a szénnel fűtőknek is komoly pluszköltséggel kell számolni a téli tüzelő beszerzésekor. A szén az nagyon megdrágult, és ráadásul nagyon-nagyon nehézkesen is hozzák be külföldről, mi elsősorban Csehországból, Lengyelországból importáltunk be, egy ilyen 25 kamion szenet adtunk el egy szezonba, tavalyi évben, Hát ezt most sajnos úgy látjuk, hogy ilyen áron nem biztos, hogy, hogy fog működni a továbbiakban, is. A fán és a szénen kívül a másik közkedvelt fűtőeszköz a briket, melynek ára legalább 50%-ot emelkedett a közelmúltban.